lett a jód. Hát addig én is jódozott sót vettem, mert úgy gondoltam, hogy az biztos jó valamire. Azóta nem veszek jódozott sót, hanem Himalája sót veszek, és hát természetesen ott van a kék jó csepp. És azért azt is elmondanám, hogy én azért ennél egy kicsit bátrabb is vagyok, de azt is tanár úrtól láttam, hogy nyugodtan lehetek bátrabb most, meg hogy így hallottam Pétertől, hogy a japánok mennyivel több jódot használnak, mint mi. Hát amikor annyit dolgozom, hogy nem igazán jut időm 4-4,5 óránál több alvásra, és nekem mondjuk bekerülni az autóba és elmenni valahova előadást tartani, akkor én, mikor reggel fölkelek, akkor szépen beteszek 8-9 cseppet úgy érzésre a poharamba, szűrt, energetizált vízbe, úgyhogy én csapvizet nem iszom, nálunk a macska is így ilyen csúnyán nézett, ha valaki csapvizet adott neki. És a lényeg az, hogy onnantól kezdve életre kelek, és semmi, de semmi gondom nincs. Tehát nekem nem jut eszembe 3 kávét inni egy nap, annyira nem is szeretem a kávét, de mondjuk reggel egyet megiszom, de attól nem ébredek föl. A kávét be kell valljam, csak a tejszínhab miatt iszom, semmi másért. Úgyhogy ez is egy fantasztikus dolog volt, mert nekem volt olyan kismama, paciensem, akinek azt mondta az endokrinológus, hogy volt egy vetélése, és hogy ez csak a pajzsmirigy miatt van leginkább, és eszébe ne jusson várandóságot bevállalni. Én megmondtam neki, miután ugye új medicinával foglalkozom most már 2007 óta és 2009 óta egészen más megközelítésből, és meg kell, hogy mondjam, hogy én még azt a kérdést is fel fogom tenni, sőt én úgy gondolom, hogy majdnem én részemről megválaszolom, de azért egy szakértő választ azt nagyon szeretnék, hogy annak, akinek túlműködik a pajzsmirigye, én annak is adnám a jódot, sőt adom is, és megmondom, hogy miért. Mert nem azért működik túl a pajzsmirigye, mert hogy olyan jól vagyunk ellátva, hanem azért, mert szegény megpróbálja a versenyhelyzetet utolérni, és hát miután ez nem sikerül, ha én segítek neki valami kis üzemanyaggal, akkor ez menni fog. Ugye az új medicina az azért egy nagyon nagy tanítás ahhoz, hogy ne kezdjek el félni. Az én számomra nincsenek fertőzések és nincsenek rosszindulatú betegségek, mert pontosan tudjuk, hogy milyen biológiai programok működnek a szervezetbe. Tehát nekem, amit most itt hallottam, akár a krónikus degeneratív betegségekről, biztos, hogy a következő pont az lesz, ahova beépítem. És visszatérve a kismamához. Hát az történt az ő életében, hogy folyton nézette havonta a pajzsmirigy értékét, és mondtam, hogy hagyja már ezt az egészet abba, szedje a jódot, adtam neki homeopátiát, nyugtatgattam a lelkét, aztán a férjét elhelyezték Budapestről Győrbe, és hát teljesen fölborult számukra a világ, azzal voltak elfoglalva, hogy most akkor ott lesznek, nem lesznek, 3 hónap a próbaidő, és nem foglalkoztak sem a pajzsmiriggyel, sem a babával különösebben, ugye, mert minden egyes menstruációnál összeborult, hogy most megint nem jött össze. Egyszer csak fölhív Győrből, hogy ő úgy gondolja, hogy ő most várandós. Hát mondom, én ennek nagyon örülök. Mikor jöjjön Budapestre? Ó, mondom, minél később. Úgyhogy abban maradtunk, hogy míg el nem éri a 12. hetet, akkor nem megy el addig a nőgyógyászhoz, mert az is az endokrinológussal egy szelet fújt. És akkor mondtam neki, hogy arra figyeljen oda, hogy nagyon le fogják őt szídni, mert hogy Angliában egy terhes asszony 2-szer megnéznek ultrahanggal, Magyarországon meg 800 ezer vizsgálatot csináltatnak, ami teljesen indokolatlan. Mert hogy ez sem a gyereknek, sem az anyukának az érdekét nem szolgálja. És hát úgy is történt, ahogy mondtam, azt mondta, hogy ha láttam volna, hogy milyen dühös volt az orvos, hogy mindazon vizsgálatokat, amit a 8. hétig el kellett volna végezni, hát azt már 12-en nem tudja. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy mondja már meg nekem, hogy mit csinált, hogy ez a baba ott van és ott is maradt. Hát ez a gyerek azóta már megszületett, egy fél éves kisfiúról beszélünk, úgyhogy én ilyen bevállalós vagyok, és valóban mondtam neki, hogy nyugodjon meg, nekem a professzor úr azt mondta, hogy semmi baja nem lesz, ha ezt szedi, akkor én meg ezt elfogadom. Tehát nekem ezek a tanítások mindig valami olyat jelentenek, hogyha nagyon kevés olyan ember van köröttem, hát a szakmában aztán végképp nincs is, akitől meg tudom kérdezni, hogyha valami nagy bajom van, hogy most ezt hogy gondoljam, merjem, ne merjem, hát professzor úrtól meg lehet kérdezni.
És hát tulajdonképpen mindenben, amit csináltam, nagyon sokat támogatott. És most legutóbb én találkoztam egy olyan rendszerrel, ami tulajdonképpen számsorokról szól. Ez egy dr. Grigori Grabovoynak a rendszere, aki ezt már leírta szerintem vagy 20 éve, 10 éve, de a lényeg az, hogy hozzánk ez még csak egy olyan fél éve gyűrűzött be, és hát én a második ilyen ismertetőre el tudtam menni, és rögtön úgy éreztem, hogy hát ugye a homeopátia informatika, a NES informatika mégpedig olyan szinten, hogy ugye egyértelművé teszi, hogy mi egy holografikus rendszer vagyunk. Hát ha ez is informatika, akkor miről beszélünk? Hát akkor csak arról beszélhetünk, hogy ezzel az informatikával mi talán tudunk segíteni. Hát ugye megint megkérdeztem a tanár urat, hogy én voltam egy ilyen ismertetőn, és mondjuk mit mond erről a tanár úr, hogy csináljam, ne csináljam, mit csináljak, mire a tanár úr azt mondta, hogy szerinte nyugodtan végezzem el mind a két szintjét, pillanatnyilag erre van lehetőség Magyarországon, bár egy szóval nem válaszoltak, de majd csak előbb-utóbb kihajtsuk, hogy válaszoljanak. És akkor megtanulom a technikát, de vannak olyan helyzetek, amikor nagy technika se kell hozzá, csak a számok, hát itt van egy ilyen kis füzetke nálam, aztán már később ott azt se lehetett kapni, de a lényeg az, hogy van ennek könyve is, de amit lefordítottak, az botrányosan van lefordítva. Én vettem egy füzetet a daganatos betegségekről, én még így magyarul nem olvastam, hogy nem értettem egy szót se, mert hogy annyira nem tudta az, aki fordította. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok azért, mert ez megint egy olyan tudás lesz, amivel kicsit varázsló módon, de a lényeg az, hogy segíteni tudunk. És hát aztán volt egy olyan élményem, hogy egyszer itt egy egészségnap után, mivel tanár úr nagyon szeretett pingpongozni, úgyhogy volt egy ilyen pingpong verseny, és akkor tanár úr már nem játszott, hanem ő csak szurkolt nekünk. És amikor a férfi-női döntő volt, akkor pontosan úgy csinált, mintha ő lett volna az én edzőm, és olyan szinten tudott lelkesíteni, hogy komolyan mondom, hogy én még ilyet nem is hallottam, úgyhogy na, ez is nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy én még nagyon-nagyon sok mindent szeretnék hallani a tanár úrtól, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon köszönöm, hogy engem is pátyolgat, és hát végül is azt gondolom, hogy egyáltalán létezhetek, és amiben tudok, én is nagyon-nagyon szívesen segítek, és még egyszer köszönöm, és sokáig jó egészséget kívánok. Szeretnék egy szünetet tartani egy picit, hogy tényleg ígyunk egy jó kortyot, és a szünet után még nagyon fontos, hogy érzékeltessem. Sikeres férfi mellett van egy erős nő. És én úgy gondolom, hogy professzor úr is a sikerét annak is köszönheti, hogy van mellette egy erős nő. Őt Emmának hívják, aki ebben az életszakaszban, amikor az egyetem rektorá is, de azóta, amit a természetgyógyászatért tett és tesz a mai napig, ebben Emma asszony nagyon támogatta. Ugyanúgy erős nő Válóczi Józsefné, aki egy olyan férfi mellett kell, hogy álljon, akiről nyugodtan azt mondhatjuk, hogy nincs még egy olyan a Földön. Mert nincs. Mert kapott egy isteni adományt, amivel ő tud élni, és nem kérkedik vele, de nem kérkedik vele a nő sem. Teszi a dolgát. Teszi, hogyha versenygyőztes halászlevet főz, és akkor is, ha biztosítania kell a párjának a pihenést. Meg gyógytornász. És gyógytornász. És lehet, hogy a víz mellé
meg minden mellé, amit kaptunk az agyunkba, a szívünkbe, nem ártana még egy kis metódus, egy olyan ülve tornáztatás, Zsuzsika, megcsinálsz velünk, hogy frissebbek legyünk? Jó? Akkor amíg várunk a vízre, kérlek szépen, mozgass meg bennünket. Ökölbe szorítjuk mindkérkezünket, és latán elengedjük. Ökölbe szorítjuk, latán elengedjük, ökölbe szorítjuk, latán elengedjük. Még egyszer kérem, és latán elengedjük. Terpezbe nyitjuk az ujjakat, és összezárjuk. Terpezbe nyitjuk, összezárjuk. Terpezbe nyitjuk, és összezárjuk. Köröket rajzolunk csuklóból, megmozgatjuk a csuklónkat. Köröket rajzolunk, másik irányba is kérem szépen. Visszafelé, 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 jó? És latán leengedjük. Kulcsoljuk össze a kezünket, emeljük meg előre. És latán vissza le, emeljük előre. Latán vissza le, emeljük előre, és latán vissza le. Behúzzuk a jobb vállunkhoz, előre nyújtjuk. Bal vállhoz kérem, és előre nyújtjuk. Jobb vállhoz kérem, előre nyújtjuk. Bal vállhoz kérem, és előre nyújtjuk. Nagy köröket kérek szépen, nagy köröket rajzolunk. Másik irányba is, visszafelé, visszafelé, visszafelé. Úgy van, és latán leengedjük mindkét karunkat. Megfogjuk a könyökünket. Megemeljük magasra, kikukucskálunk alatta, és lazán vissza le. Megemeljük, kikukucskálunk alatta, lazán vissza le. Még egyszer kérem, és lazán vissza le. Megemeljük magasra, kivisszük jobbra, át balra, át jobbra, át balra, át jobbra, át balra. Középen megállunk, és lazán leengedjük mindkét karunkat. Összetesszük a tenyerünket mellmagasságba, összeszorítjuk nagyon erősen, és elengedjük lazán. Összeszorítjuk erősen, elengedjük lazán. Összeszorítjuk erősen, elengedjük lazán. Még egyszer kérem szépen, és elengedjük lazán. Megtartjuk mellmagasságba, elvisszük jobbra, átvisszük balra, és középen megállunk. Elvisszük jobbra, átvisszük balra. Középen megállunk. Nyújtsuk fel együtt magasra, és vissza le. Fölnyújtjuk magasra, és vissza le. Fölnyújtjuk magasra, és vissza le. Még egyszer kérem, és vissza le. És lazán leengedjük mind a két karunkat. Összekulcsoljuk a kezünket. Fölnyújtjuk magasra, behúzzuk tarkóra hátra. Hátul áthúzzuk a jobb vállunkhoz, át a balhoz. Át a jobbhoz, át a balhoz, át a jobbhoz, át a balhoz, középen megállunk, fölnyújtjuk magasra, és lazán leengedjük mind a két karunkat. Előrehajtjuk a fejünket, és vissza középre, előrehajtjuk a fejünket, vissza középre, előrehajtjuk a fejünket, és vissza középre. Figyelem, elfordítjuk jobbra a fejünket, lazán előrehajtjuk, megemeljük, és középre. Balra fordít, előrehajt, megemeljük. Középre, jobbra fordít, előrehajt, megemeljük. Középre, balra fordít, előrehajt, megemeljük, és középen megállunk. Megnyújtózunk előre az állunkkal, és vissza középre. Megnyújtózunk előre, vissza középre. Megnyújtózunk előre, és középen megállunk. Megnézzük óvatosan a mennyezetet, és vissza. Megnézzük a mennyezetet, és vissza. Még egyszer kérem, és középen álljunk meg. Óvatosan köröket rajzolunk, megforgatjuk a nyaki csigolyánkat, jó alaposan hátra és előre. Jó, megállunk másik irányba, és kérem szépen visszafelé, visszafelé. Visszafelé, és megállunk. Jó, fölnyújtjuk a jobb karunkat magasra, belenézzünk a jobb tenyerünkbe, és lazán vissza le. Bal tenyérbe belenézünk, és vissza le. Jobb tenyérbe belenézünk, és vissza le. Bal tenyérbe belenézünk, és vissza le. Fölhúzzuk a két vállunkat jó erősen, és lazán vissza. Fölhúzzuk a két vállat, lazán vissza. Fölhúzzuk a két vállat,
és lazán vissza. Zárjuk össze a lapockánkat jó erősen, hátra húzzuk a két kart, és vissza középre. Hátra húzni, és vissza középre. Hátra húzni, vissza középre. Még egyszer kérem szépen, és középen megállunk. Fölnyújtjuk a jobb karunkat magasra, jól hátra húzogatjuk, megcseréljük, jó, és leengedjük. Kulcsoljuk össze a kezünket, kifelé fordítjuk, jól megnyújtózunk, befelé fordít, és leengedjük. Megemeljük, kifelé fordítjuk, befelé fordítjuk, és leengedjük. Még egyszer kérem, kifelé fordítani, befelé fordítani, és lazán leengedjük. Jó, nyújtózunk meg magasra, jó sok levegőt szívjunk orron át be, lazán leengedjük, kifújjuk a levegőt, megnyújtózunk, sok levegőt szívunk, vissza leengedjük, kifújjuk, még egyszer kérem szépen, vissza leengedjük és kifújjuk. Kedves egészségükre kívánok! Tisztelt professzor úr, szeretettel és tisztelettel köszöntelek magam és a Juska nevében, téged és kedves feleségedet, Emmácskát. Azért én vállaltam föl, hogy meséljek a kialakult barátságunkról, mert mi nők jobban szeretünk mesélni, mint a Juska. Egy márai idézettel kezdeném. Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb lenne, mint a barátság. A mi barátságunk az 1990-es évek elején kezdődött, amikor professzor urat egyik kedves betege, Friedrichné asszony felkérte, hogy tartson előadást, Duin tanfolyamot, amit tanár úr elfogadott. Ekkor találkoztunk először személyesen, ugyanis Juska felajánlotta, hogy kocsival tanár urat elviszi az előadó teremhez. Ekkor csak pár szót váltottunk, és elvégeztük a Duin tanfolyamot. Már akkor az első találkozás alkalmával mély benyomást tett ránk professzor úr lénye, személyisége és kisugárzása. Itt egy kis kitérőt kell tenni, hogyan jött létre a következő találkozás. A férjem villamosmérnökként dolgozott, én gyógytornászként, így éltük napjainkat, de annyira feszülté idegessé vált, hogy az ideggyógyász barátnőm segítségét kértük. Ő azt mondta, gyógyszerekkel nem tud segíteni, menjen természetgyógyászhoz. Így került kapcsolatba a férjem Ilona asszonnyal, aki közölte, Válóci úr, nem tudom gyógyítani, mert nagyobb a gyógyító energiája, mint nekem. Ekkor sorra jelezték a barátok, hogy gyógyulnak a Juska energiájától. Ő nagyon szkeptikus volt, és ezen jót nevetett. Ekkor jött létre a második találkozás. Friedrichné asszony megkérte professzor urat, hogy mondjon véleményt a férjem gyógyító tehetségéről. A férjem műszaki ember lévén csak úgy fogadta el ezt a véleményt, ha be is mérik műszerrel, és tanár úr segítségével ez meg is történt. Ettől kezdve kezdte elhinni, ha ilyen nagy tudású bölcs professzor úr mondja, csak lehet benne valami. Ezt követően a tehetség fejlődésének útjaként az egészségügyi és természetgyógyászati alapok elsajátítását, valamint a bioenergetika elméleti és gyakorlati ismereteinek elmélyült tanulmányozását ajánlotta. Így az egyesületében járt tanfolyamokra, dr. Bíró Dénesnél bioenergetikából vizsgázott, majd egészségügyi és természetgyógyászati modulból. Így a professzor úr tanítványa volt. Közben már gyógyította a betegeit, sokan támadták. Tanár úr kezdettől fogva mellette állt, több évtizedes tapasztalatával, tudásával, bölcsességével ezen a rögös úton, és támogatta tevékenységét. Férjem állította, hogy ő nem bioenergiával gyógyít, és ő csak egy közvetítő, így alakult ki saját módszere, a Válóci módszer. Akkoriban ismerkedett meg a tanfolyamon Szűcs Károllyal és később feleségével Katinkával, és azóta is nagyon jó barátságban vagyunk.
jó barátként mindig meghallgatja Károly Jóska problémáit a gyógyítással kapcsolatban. Tanár úr és Károly segítségével nevezték el a Jóska által közvetített energiát kozmikus energiának. Az évek múlásával a betegektől sok köszönő levél érkezett. Tanár úr javaslatára Jóskának egy gyógyult betege, Balogh György írt egy könyvet azért, hogy reményt adjon a sok gyógyulni vágyó betegnek, hogy van még más út is a gyógyulásra a hagyományos orvosláson kívül. Itt szeretném idézni a könyvből tanár úr szavait. Már ekkor világos volt, hogy József sajátos képessége hamarosan túlszárnyalja a kortárs mestereinek színvonalát, mivel külföldi tanulmányain során alkalman volt híres gyógyítókkal is kapcsolatba kerülni, szovjet, japán, kínai, svájci, német mesterek, összemérhettem az állandóan fejlődő Válóczi József mesterségbeli technikáját és gyógyító eredményeit külhoni mesterekével. A mérleg Válóczi József javára billent. Egyre gyakrabban javasoltam a hozzám forduló betegeknek a 60-i gyógyítót, sem ők, sem én nem csalódtunk. Hihetetlen gyógyulásokról adnak hiteles igazolást százszámra a meggyógyult hálás páciensek. Lenyűgöző kép bontakozik ki a levelekből Válóczi József tevékenységéről. Kívánom, hogy testi-lelki jólétben fejlődjön töretlenül szakmai tudása, gyógyító képessége valamennyiünk javára és a természetes gyógymódok elismertsége érdekébe is. Ha a betegek aktívabban részt vennének a gyógyítóval betegségük legyőzésében, ha átérnének a természetes életmódra, például dr. Olá Andor rendszerére, akkor teljesedne ki Válóczi József áldozatos gyógyító tevékenysége teljes mértékben. Professzor úr több évtizedes tapasztalata, biztatása nélkül nem lehetett volna ezt a gyógyító munkát végezni. Akkor még nagyon kevés irodalom jelent meg ezzel kapcsolatban, és professzor úron kívül kevesen vállalták fel, hogy ez az energia létezik. Ma már van magyarázat, férjem mindig hangoztatta, ennél az energiánál nincs tér és idő. Az Érő Mátrix című film vetítésén, amit a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen vetítettek le, a professzor úr jóvoltából mi is jelen lehettünk. A filmen bemutatták, hogy a gyógyító egy neves professzor vesedaganatát a távolból elmulasztja, és ezt alá is támasztja MR vizsgálat. Tehát a világ másik részén is működik ez az energia. Úgy szintén tanár úr véleménye volt, József ezt a tudást nem viheti a sírba. Ezt át kell adni. Így kezdett el férjem a gyógyítás mellett tanítani, sok tanítványa volt, de igaz gyógyítók, akik ma is gyógyítanak, kevés maradt. 3,5 évig tanulták a Válóczi módszert, de azért vannak tanítványok Magyarországon, Párizsban, Amerikában és Németországban is. A hétköznapokat néha felváltották kellemes hétvégék a Mátrában, ahol lassan 20 éve lesz, hogy megismételjük az elmaradhatatlan halászli ebédet, pingpongpartikat, kosárlabdázásokat, természetesen korábban ezekben a játékokban sem lehetett legyőzni tanár urat. Emlékezetes külföldi utakat töltöttünk együtt Spanyolországban, Horvátországban. Ma is szívesen hallgatom a japán kultúráról mesélt élményeit. Rendszeresen részt vettünk Budapesten az életerő napokon, majd a keszthelyi rendezvényeken, ahol újabb barátokkal ismerkedtünk meg. Így a Mázló családdal, Klárikával és Gyulával, és további sok-sok kedves baráttal. Ők a Goldaiak a cég vezetői és magyarországi képviselői a mai napig. Itt hallottunk Klárikától a Goldaiak a áldásos hatásáról, ezeket a jó kapcsolatokat is tanár úrnak köszönhetjük. Hatékony és magas színvonalú tevékenységét ma is folytatja, oktat, előadásokat tart, cikkeket ír és fordít. Nevéhez fűződik, mint biokémikus, a kék jót felfedezése és ma már forgalmazása. Fiával közös rendelőjükbe betegeket gyógyít, neskészülékkel méri betegeit, és már gyermekeknél is alkalmazzák.
Időskorában elsajátította a számítógép tudományát, öregbíti és emeli a magyar természetgyógyászat színvonalát. A magyar természetgyógyászat egyik atyának tekintjük, felvilágosító munkát végez a magyar emberek számára, számtalan oktató könyve jelent meg. Előadásokat tart a magyar televízió különböző csatornáin. Életmódjával példát mutat az emberek számára, rendszeres testezést és légző gyakorlatokat végez. Pozitív gondolkodása jó hatással van környezetére, nyitott az új dolgokra. Kora ellenére kiváló humora van, segítő készségét, jó indulatát sokan tanulhatnák tőle. Hál' Istennek, jó egészségnek örvendez. Azt kívánom a magam és a férjem nevében, hogy